Ott alvós és napközis táborokat is szervezhetnek a nyár folyamán Magyarországon. A május 20-án életbe lépett kormányrendelet szerint a higiéniai szabályok betartásával, illetve korlátozásokkal ugyan, de fogadhatnak gyerekeket a táborhelyek. A Pécsi Kulturális Központ munkatársai az elmúlt időszakban folyamatosan azon dolgoztak, hogy a legkülönbözőbb foglalkozásokat szervezzék meg a kicsik számára, tudtuk meg az intézmény igazgatójától. Pavlovics Attila elmondta, ezúttal maximum 20 fős csoportokat alakítanak ki, és biztosítják a fertőtlenítőszereket, illetve a megfelelő távolság tartását is a napközis táborokban. A gyermekek napi 600 forintért vehetnek részt a programokon, valamint napi háromszori étkezésben is részesülnek. Többnyire kültéri foglalkozásokat szeretnének tartani, ezzel is biztosítva a védőtávolság betartását. Emellett a balatoni ottalvós táborokat is megszervezik minden csoportnak tíz főként egy-egy pedagógus vezetője van, aki intézi, de hát nyilvánvaló a jó idő esetén fürdés, kirándulás, foci, kézilabda, olyan labdajátékok, amik ugye szabadban játszhatóak, rossz idő esetén természetesen a, a benti helyiségben, az ebédlőben, a teremben olyan társasjátékok és egyéb foglalkozások is, amik a gyerekeket lekötik. Mindezek mellett tematikus foglalkozásokat is szerveznek a Pécsi Kulturális Központban. A Baranyai megyeszék már 2016 óta az Élményzóna Egyesület is szervez napközis foglalkozásokat. A kiárási korlátozás nehéz feladat elé állította a tagokat, ám a nemrégiben elhalasztott programokat igyekeznek bepótolni az idei szünidőben. Bízom benne, hogy akár, akár ha visszaengedik a gyerekeket az iskolába, akkor az előre leegyeztetett kalannapok, nyáron lesznek táborok hátrányos helyzetű gyerekek számára, azok is így talomban vannak, hogy az most nyáron lesz, vagy esetleg későbbi időpontban az észak Gyermekvédelmi Központból lakásatonos gyerekekről van szó. Azok a gyerekek is megtalálhatják a számukra megfelelő tábori programokat, akik a természetben szeretnének kikapcsolódni. A Match Extreme Park ugyanis többek között hetente induló erdei kaland és természetismereti táborokat is szervez. A foglalkozásokra a 6-14 éves korú érdeklődőket várják, akik képzett szakemberek felügyelete alatt játszhatnak. A gyerekeket június 15-től augusztus 28-áig fogadják a parkban. A táborok alkalmával napi kétszeri étkezést is biztosítanak a kicsiknek. A pécsi nyári foglalkozások vezetői továbbra is betartják a hatályos szabályokat valamint az operatív törzs utasításait.